Sziasztok, Dani vagyok. Ez a legújabb építkezésünk. Kihoztuk a szigetelőpapírt talpszelemen alá lerakni, meg megnézni, hogy milyen állványt kell esetleg kihozni. Úgyhogy szaladjunk is fel, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Vágjunk bele! Brutális méretű ez a ház. Lesz vele munkánk bőven. Na de szaladjunk akkor fel. Két szint plusz a padlástér, de hát ahogy elnéztük, az is felér egy lakás mérettel bőven. Ahogy látjátok, 50-es Porotherm téglából van. Hoppá! És akkor itt már bent van a talpszelemen, csavarunk. Illetve megvannak a tűzfalak, ott egy ilyen brutál nagy ablak lesz. Vagy hát ja, vagy a üvegfal, vagy valami ilyesmi, nem tudom, hogy nyitható lesz-e. Szóval megcsinálták a kömesek az összes falazást, betonozást, nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Itt van a szigetelőpapír, és akkor ezt rakjuk le végig mind a két oldalra. Ez egy sima nyeregtető lesz. És akkor itt van a végében a garázs. Hogy látjátok, benn van a 12 centi hőszigetelés, beton, és akkor itt belül is itt van ez a hőszigetelés, ez is egy 5 centi még pluszba. Na szóval ez a következő projektünk, hogyha szívesen néznétek róla a videót, akkor lájkoljátok, vagy írjátok meg kommentben, és hogyha elég nagy az érdeklődésre, akkor találkozunk még erről az építkezésről. Sziasztok!